A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara és a Pécs TV közös műsorát a Monitort látják. Köszöntöm nézőinket! Ebben a hónapban is jelentkezünk telefonos gazdasági fórumunkkal, melyben mindig aktuális, a gazdasági élet szereplőit foglalkoztató témákat járunk körül, s vendégeinkkel igyekszünk a hátteret, az összefüggéseket is megvilágítani. Mai témánk a Széchenyi terv pályázati lehetősége, különös tekintettel az idegenforgalom fejlesztésére. Ezzel kapcsolatosan várjuk hát kérdéseiket az 510-008, illetve az 510-009-es telefonszámokon. És akik a kérdésekre válaszolni fognak, a Monitor mai vendégei, Endrédi Melinda, a Magyar Turizmus RT Dél-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóságának marketingmenedzsere, és Veller János, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara területfejlesztési osztályvezetője. Szeretettel köszöntöm Önöket! Tulajdonképpen ettől az évtől, január 1-től él a Széchenyi terv. Milyen lehetőséget jelent ez a vállalkozásoknak? Hát elvileg azt kellene mondani, hogy a Széchenyi terv egy igen széles területet felölelő kormányprogram. 2001-től 2006-ig terjedő időszakra szólóan 6 program keretében, programcsomag keretében tűzik ki azokat a célkitűzéseket, amit a kormányzat teljesíteni akar. Ebből a 6-ból van konkrét olyan 4 csomag, amihez pályázati rendszer fűződik már az idén, és ezeknek a meghirdetésére január 15-én került sor. Itt egy nagyon széles skáláról lehet beszélni, egyrészt vannak olyanok, ami nem pályázati rendszerben, direkt finanszírozási, úgynevezett programfinanszírozási keretbe tartoznak, ilyen például az autópálya és infrastruktúra fejlesztési feladat, de emellett van a lakásprogram, ami elsősorban önkormányzatoknak lakásmobilitás fejlesztés, szociális bérlakás építési program keretében megvalósuló fejlesztéseket támogat. És van a vállalkozás élénkítő, több más mellett még, ami kimondottan és elsődlegesen a vállalkozásoknak a fejlődését, a helyzetének a javulását célzott megvalósítani. Idén közel 300 milliárd, jövőre pedig több mint 330 milliárd forint az az összeg, melyet különböző gazdaságfejlesztési programok támogatására fordít a Széchenyi terv keretein belül az állam. Ez az összeg igen jelentős. Az eddigi tapasztalatok szerint mennyire élénkültek meg a pécsi baranyai vállalkozók? Az érdeklődés az nagyon élénk volt az elmúlt másfél-két hónapban, két és fél hónapban. Azt kell mondani, hogy a meghirdetéstől számítva nagyon sokan érdeklődtek pályázatok, én tegyem hozzá rögtön, hogy nem csak a vállalkozások, hanem magánszemélyek is, hisz van jó néhány olyan pályázat, ami magánszemélyeknek szól. Nagyon komoly érdeklődés volt. És önkormányzatok is. Felénk nálunk a kamaráknál azért elsődlegesen a vállalkozók jelentek meg, és a magánszemélyek az úgynevezett energiatakarékossági program keretében. Külön programcsomag indult a turizmus fejlesztéséért. Itt mi a helyzet, a vállalkozásoknak megindult-e a fantáziájuk, és pályáznak-e, pályázni kívánnak-e? A vállalkozásoknak az érdeklődése szintén megindult a turizmus területén is. Ezt mutatja az a tendencia, amely igazából érvényesül az utóbbi két hónapban, amióta megjelent a pályázati kiírás. Ennek következtében elsődlegesen azoknak a pályázóknak a köre az, amely jelentősebb szerepet játszik, amelyeknek a határideje március 31-én lejár, így a világörökség, a vallási turizmus, illetve a technikai örökség integrált védelméhez kapcsolódó pályázati támogatás. Mindjárt látunk egy táblázatot, melyen fel van tüntetve, hogy mi is az a 7 alprogramcsoport, ami elindult, és ott van mellette az az összeg is, mindegyik terület mellett, amennyit szán erre a területre az állam. Mit mutatnak ezek a számok? Mely területet preferálják leginkább? Azt kell mondani, hogy az egyik kiemelt terület az a lakás téma, hisz az összegek egy jelentős része ott jelenik meg a másik, ahol talán a legnagyobb az összeg az az autópálya és infrastruktúra fejlesztés, hisz a tévi 120-140 milliárdos nagyságrendben kíván a kormány eszközöket fordítani, és ezt követi már a vállalkozás élénkítő, vállalkozás erősítő program, és a turizmus fejlesztési program, ahol ugyancsak szép összegek vannak még, kisebb a regionális gazdaság építő pályázati lehetőség, a 5 milliárd forint jut évenként pályázati célra, valamivel többet kíván a kormányzat fordítani ezekre a területekre.
ugyanez mondhat el a többinél is, a változás erősítő programnál is, ahol azért a pályázható összeg és a felhasználni tervezett összeg nem azonos, vannak direkt programfinanszírozási részei, és nyilván van egy intézményrendszer kiépítése, illetve működtetésével kapcsolatos költség is, ami ide számít. Összességében úgy fogalmazhatom meg, hogy éves szinten, hogy általában ilyen 300 milliárd körüli összeg felhasználása várható, ugye idén 295, jövőre valamivel több, de a pályázati lehetőség az a 55 féle Széchenyi terves pályázat esetében, ami január 15-én lett kiírva, ott 100 milliárd körüli az az összeg, ami pályázattal elnyerhető. Reméljük, mindjárt látjuk a táblázatot is, ami szemlélteti majd ezeket az elmondottakat. Mindebből a turizmusra mi az, ami fordítható, olyan 25 milliárd forint körüli összeg, ugye? 25 milliárd forintnyi összeg az, amely a turizmus keretére fordítható. Ezen belül gyógyturizmus, vallásturizmus, falusi turizmus, lovasturizmusra egyaránt pályázati kiírások történtek, és ezeknek a pályázatoknak a támogatására fordítódik igazából az összeg. A Széchenyi terv keretében 19 országos kiírás jelent meg turisztikai témában, tehát ebből ez elsődlegesen erre fordítódik, ez a keret, erre a 19 téma eléggé széles kört képvisel. A valós összeg persze ennél jóval magasabb lesz, hiszen ehhez a vállalkozásoknak, önkormányzatoknak még hozzá kell tenniük a saját részüket. Körülbelül hány százalékot? Hát fordítsuk meg, a Széchenyi program, tehát nem a pályázati része, hanem maga a Széchenyi terv, Széchenyi program is úgy fogalmaz, hogy a megvalósítás alapja a vállalkozói tőke. Ehhez járó társfinanszírozóként a Széchenyi terv pályázati rendszerén keresztül, illetve az a jó néhány programfinanszírozás, ami direktbe érkezik az egyes térségekbe, ugyancsak társfinanszírozásként kapcsolódhat ehhez az Európai Uniós támogatási rendszer valamilyen fokon és valamilyen szinten, azokban a régiókban, ahol erre lehetőség lesz, illetve azokban az ágazatokban, ahol lehetőség lesz. És hát nyilván a kormánynak az a bizonyos információs rendszere, illetve intézményrendszere, amit a pályázatok lebonyolításával, megvalósításával kapcsolatban kialakul, ez is nyilván ennek a költségei is támogatják ezt a részét. De a jelentős rész, ez vállalkozói működőtőkének kell lenni. Az egyes pályázatoknak persze ezek az arányok igen érdekesen alakulnak, hisz 25% saját forrása minden pályázónak rendelkeznie kell, tehát ha fogalmazhatok egy kicsit drasztikusan, úgyhogy ennyit mindenkinek kockáztatnia illik saját vagyonából, saját pénzéből. A többit össze lehet különböző külső forrásokból, illetve hitelből gyűjteni. Az állami támogatási arány, itt a különböző állami pénzalapokat nem csak Széchenyi terves, hanem más jellegű pályázatoknál is esetenként sikere szerepelhet, valami 50%-os támogatást lehet általában elérni, ez alól kivételek a kis- és középvállalkozások, ahol a 65% a megengedett felső határ. Természetesen a Széchenyi terv előtt is voltak pályázati lehetőségek, támogatási lehetőségek. Ilyen volt például a gazdaságfejlesztési cél előirányzat, amit röviden csak GFC-nek neveznek a vállalkozók. A pécsi székhelyű Pannonautó RT ezúton kapott támogatást a gazdasági minisztériumtól fejlesztési beruházásának megvalósítására. A cég vezérigazgatójával, Szatmári Zoltánnal a múlt év végén beszélgettünk arról, hogy mindez mit jelenthet egy vállalkozásnak. A Pannonautó RT a rendszerváltást követő években profilváltáson ment keresztül. Még 10 éve főként autójavítással foglalkozott a cég, addig napjainkra már a lakatosipari gyártásból származik a társaság bevételeinek 80%-a. A vállalat vezetői tehát ennek az iparágnak a fejlesztésében érdekeltek, amelyhez a gazdasági minisztérium 22,7 millió forintos támogatását nyerték el, évi 800 tonna finom és durva lemezes termék előállítására képes gyártó kapacitás létrehozására. Ez röviden egy 120 millió forintos beruházás megvalósítását jelenti, körülbelül egy éves időleforgása alatt. A beruházás műszaki és infrastruktúrális jellegű, a műszaki részében további gépek berendezések vásárlása, elsősorban egy lézervágó berendezés, hát ez már a
második a Pannon Auto életében, hiszen az első gépünk kapacitáshoz körülbelül másfél év alatt 100%-os mértékben lekötődött. Ezen túl sok más egyéb forgácsoló berendezések, vásárlása, hegesztő berendezések vásárlásait, és kisebb-nagyobb műszaki fejlesztések, valamint az infrastruktúrális fejlesztésen belül egy új transformátor állomás létesítése valósult meg. A GM az igen komoly és igen sok feltételt szabott. A legjelentősebbek talán, ami alapján ők elbírálták, hogy mennyi az a hozzáadott érték tömeg, amit ez a beruházás meg tud valósítani, illetve hát mennyiben látták biztosnak azt, hogy a beruházás támogatása valóban a GM által is kitűzött célt segíti elérni, azaz Magyarországról az Európai Unióba olyan termékeket tudjanak az általuk támogatott cégek eladni, illetve tehát itt beszállítói tevékenység támogatásáról volt szó, amelyek hosszú távon is a piacon tudnak maradni, ott versenyképesek, és így a magyar gazdaság fejlődését is segítik. A pályázatban a Pannon Auto RT 3 éven keresztül évi 500 millió forintos árbevétel növekedést vállalt fel, ami a 800 millió forintos bevétellel rendelkező vállalat esetében éves szinten 60%-os növekedést jelent. A magyar tulajdonú, jelenleg 180 főt foglalkoztató társaság fejlesztésének eredményéből Pécs lakói is részesedhetnek. Ez a beruházás egyrészt a jelenleg itt dolgozóknak a munkakörülményeit javítja, illetve perspektívát teremt az itt dolgozóknak. Ezen túlmenően egy 15-20 fő létszámbővülést is igényel majd, tehát újabb munkalehetőségeket teremt itt Pécs városában. Mennyiben hasonló és miben más a Széchenyi terv kínálta lehetőség, illetve feltételrendszer? Hát a Széchenyi terv, illetve annak a vállalkozás erősítő pályázata egy gyakorlatilag egy gyűjtőfogalom, 14 pályázat van ebben a körben, aminek egy jelentős része ismert volt a vállalkozók előttünk is, és az elmúlt években már működtek. Működött az úgynevezett gazdaságfejlesztési célelőirányzat, illetve a kis- és középvállalkozások fejlesztésére kért célelőirányzati pályázatok. Ezek majdnem azt mondhatnám, hogy egy az egybe átkerültek a Széchenyi terv programjai közé, illetve pályázatai közé minimális változtatással. A példában szerepelt GFC-s pályázat most VE12-es jelű pályázatként szerepel a rendszerben. A feltételei 99,9%-ban azonosak. Sajnos az egy kis tized az igen komoly. Ez annyit változtatott, hogy az elmúlt évben az összköltség, az összberuházási elismerhető költség 25%-át lehetett megkapni támogatásként, az idén ez 20%-ra sorvadt, tehát nyilván ez egy elég komoly változás a rendszerben, de az összes többi feltétel, amiről a vezérigazgató is beszélt, változatlan, tehát több termékből, hozzáadott értékből biztosítani kell a megtérülést 5 éven belül, őnekik 3 éves szerződést sikerült ebbe kötni, 3 év alatt megvalósul, de 4 éven belül mindenképp célszerű, tehát 4 éven belül megvalósul, hisz ezzel lehet sikeresen pályázni. És most beszéljünk egy kicsit a gazdaság egy nagyon fontos ágazatáról, a turizmus fejlesztésről. Mely területre összpontosítanak a turizmus fejlesztési program pályázati lehetőségei? Elsődlegesen gyógy- és termálturizmusra, ezen kívül a várak, kastélyokhoz kapcsolódó turisztikai programokról, ezen kívül a tematikus parkokra, tehát itt az élményparkoknak a megvalósítására irányulnak a pályázati kiírások, illetve ez mellett a vallásturizmus, illetve falusi turizmus, lovas turizmus egyaránt szerepet játszik, de az első körben említettek azok, amelyekre elsődlegesen a Széchenyi terv turisztikai programja összpontosít. Regionális pályázatokat is kiírtak. Igen, a dél-dunántúli székhelyen rendelkező jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, illetve egyéni vállalkozók számára 3 turisztikai témájú pályázat jelent meg a dél-dunántúli régióban. Az egyik a promóciós tevékenységekre kért pályázati támogatás, a másik körben a rendezvényturizmusra vonatkozó pályázati kiírás, harmadik részben pedig a turisztikai termékfejlesztés
fejlesztésre kiírt támogatásokról van szó. Az első kettő, tehát a promóciós tevékenységek, illetve a rendezvényturizmusra kiírt támogatásoknál a támogatás mértéke 50%-os non-profit szervezetek és önkormányzatok részére, minden más esetben 30%-os, maximum 2 millió forintra lehet pályázati igénybe nyújtani. Ezen kívül a harmadik turisztikai termékfejlesztés kategóriában pedig 3 millió forint az a maximális határ, amelyre lehet pályázni. A világörökségi helyszínek turisztikai hasznosítására is kiírtak pályázatot. A pécsi közgyűlés éppen a napokban döntött arról, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be erre a forrásra. A pécsi közgyűlés bizottságai a múlt héten egy előterjesztést tárgyaltak, melyben összefoglalták a legsürgősebb teendőket a világörökségi fejlesztéssel kapcsolatban. Elsősorban egy örökségi centrumot hoznának létre a Szent István téren, ahol a turistákat megfelelő körülmények között fogadhatnánk. Ebben mindenképpen beletartozik az, hogy parkolni tudjanak, tehát parkolóhelyek kialakításáról kell gondoskodnunk, és megfelelő illemhelyekről is. Hiszen ezen mérik le, hogy Európa melyik részén vagyunk. Ezen túlmenően a parkosítás, a fák, növények védelme, egyáltalán a térség szép rendbetétele is nagyon fontos dolog. Erre a költségvetés körülbelül 50 millió forint összeget biztosított. A sikeres pályázat esetén egyébként maximum 20 millió forint visszanemtérítendő összeget kapna az önkormányzat. A terv igen fontos részét képezi a tájékoztatás, mely elsősorban a pedagógusok, idegenvezetők és turisztikai szolgáltatók, például taxisok, vendéglátósok és szállodások felkészítését jelenteni. A legfontosabb persze az, hogy a Pécset élő ember tudja meg, hogy milyen kincsek birtokába van már 2000 éve. Ezen túlmenően persze fontos, hogy az idegen is tájékozódni tudjon. Ezeket az információkat részben eligazító táblák formájában, illetve különböző kiadványokban jelenítik meg. Önök eddig adtak-e információkat olyan vendégeknek, akik kevésbé ismerték Pécset? Természetesen. Általában a múzeumokkal kapcsolatban, múzeumok nyitvatartásával, elhelyezkedésével kapcsolatban, valami tagjai vagyunk a Siklós Villányítomos, a Villányi Borút Egyesületnek, tehát a borutakkal kapcsolatban is adtunk mindig információkat. Én azt hiszem, hogy aki idejön, az mindenkivel találkozik, tehát bemegy egy kereskedő boltjába, bemegy egy butikba, bemegy egy élelmiszerboltba, bemegy a vendéglőbe, bemegy a szállodába, bemegy egy taxiba, tehát nagyon sok olyan ember van, aki érintett ebbe a kérdésbe. Én úgy gondolom, hogy ezt nyitottá kell tenni, sőt bizonyos területeken el tudom képzelni, hogy kötelezővé tegyük az ilyen jellegű információk továbbítását. A pályázat megnyerése esetén a megvalósítás ideje 2001. novembere és 2003. decembere között várható. A világörökségi fejlesztési program és a marketing végrehajtására egy 5 fős szervezetet hoznának létre az önkormányzaton. A telefonon érkezett kérdések zöme természetesen a praktikus információk után érdeklődik. Talán úgy tudnám tömören megfogalmazni a legtöbb kérdés lényegét, hogy milyen a jó pályázat, hogyan kell megírni, és ki segíthet ebben a vállalkozóknak. Hát a jó pályázat az, ami nyert. Ezt hozzá kell tenni. De nagyon fontos, hogy a pályázati egységcsomagban szereplő valamennyi kérdésre nagyon pontos, precíz választ adjon valaki, pontos információkat adjon. Nyilván a kért igazolásokat be kell csatolni, a nyilatkozatokat, tehát ezek mind ilyen alaki, formai, jellegű dolgok, sok esetben teljesíteni kell. Nyilván az fontos, hogy amit leírunk egy nyilatkozatban, az a valóságnak is megfeleljen, hisz ez ellenőrzésre kerül. De azt hiszem, ez ami az általánosabb, ami elmondható. Ami a konkrétumot jelenti, érdemes nagyon jól felépíteni a projektet, végszámolni, üzleti tervet készíteni, az üzleti tervben a megvalósítást, az elvárt megvalósítást valamilyen formában teljesíteni. Ha ezt nem sikerül teljesíteni, az úgyis kizárást jelent. Azt viszont el kell mondani, nagyon fontos, hogy ne vállaljon túl senki. Mert ami az üzleti tervben szerepel, azután a szerződésbe vállalással fog átalakulni, és teljesíteni kell. És ennek a nem teljesítése későbbiekben fog következményekkel járni. A támogatás egy részének, akár egészének a visszafizetését vonhatja maga után, ha valaki nem teljesít. Büntető kamattal ezt is hozzá kell tenni. Ilyen szituációban lehetőleg ne kerüljön senki.
Én azt tudom javasolni általában a vállalkozóknak, főleg a kis és középvállalkozásoknak, akik nem rendelkeznek teljes körű adminisztrációval, vegyék igénybe a pályázati szolgáltatott cégek szolgáltatásait. Nagyon sok ilyen van Pécset is, aki kimondottan pályázatok előkészítésével, írásával, tanácsadással foglalkoznak. Január óta kamaránk is végez ilyen tevékenységet. Mindenkinek szívesen állunk rendelkezésre, ahogy a többi vállalkozás is, nyilván díjazás ellenében, de olyan minőségben segítjük összeállítani a pályázatot, hogy ne kerüljön elutasításra formai, alaki, tartalmi hibák miatt. Az ezzel együtt is előfordult, hogy hiánypótlásra kell még felkészülni, mert nagyon sok momentum van, aminek teljesülnie kell, és könnyen előfordul olyan, hogy valami kimarad a pályázatból, de ez nem akkora volumen, hogy ezt a hiánypótlás időszakban el lehessen teljesíteni. Márpedig nyerni csak hiánytalan és pontos jó pályázattal lehet. A Turizmus RT tud-e segíteni a vállalkozásoknak a pályázatok elkészítésében? A Turizmus RT-ben, illetve pontosabban a Dél-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóságon egy címlista áll rendelkezésre, kik azok a szervezetek, melyek azok a szervezetek, amelyek foglalkoznak pályázat készítésével, de ugyanakkor a Marketing Igazgatóságon próbálunk válaszokat adni abban az esetben, hogyha a pályázattal kapcsolatosan valamiféle kérdés merül fel, vagy esetleg valamire szükségük van, akkor szívesen állunk rendelkezésükre. Kell-e pályázati díjat fizetni? Ezt is kérdezi egy telefonáló. Hogy, de természetesen kell pályázati díjat fizetni. Ez a megpályázott támogatás összegének a 2000-eléke, de minimum 10 000 forint, ha jól emlékszem. Ezzel egy kivétel van, ahol a lakossági pályázatok vannak, ott ez az összeg alacsonyabb. És van egy felső határ is, de hát az a nagyon nagy pályázatokat, a több milliárdos beruházásokat érinti elsősorban. Ott, ahol már egy bizonyos összeghatár fölött már 5000 elég, tehát magasabb az arány, viszont egy összeg nagyságrend után nem kérnek további összeget, tehát ezt mindenképp számolni kell. Feltétel, ugye erről beszéltünk is, hogy 5 év alatt megtérüljön a beruházás. Vajon előnyt jelente az, hogyha valaki kevesebbet vállal? Természetesen előnyt jelent, de mint már korábban mondtam, nem cél, hogy valaki olyan pályázatot adjon be, hogy ezt 1 év alatt, vagy talán még annál is rövidebb idő alatt teljesít, és meg is térül, tehát nem csak a beruházást valósítja meg itt, ha reagáljak erre a felvetésben is szerepelt a pécsi pályázat, hogy idén novemberben indul, és jövő december 31-jel fejeződne be. Ez nem lenne egy szerencsés dolog, mert a pályázati felhívás a 24 hónapos megvalósítási időt előírja. Ezzel csak a 3 milliárdnál nagyobb beruházási összegű létesítmények a kivételek, ahol 36 hónap lehet. Tehát 24 hónap alatt meg kell valósítani. Utána a megtérülés, a követelmény a pályázatok többségében az 5 év. Hogy ennél rövidebb idő alatt valósuljon, hogy térüljön meg. Azt hozzá kell tenni, hogy ezzel még nem biztos, hogy szerencsésen sikerül majd szerepelni a pályázati rendszerbe, nem biztos a nyerés. Jó, ha ez 4 év körüli, inkább 3 és 4 év közötti. Ne vállaljon túl azért senki, mert azért nagyon kellemetlen, mikor büntető kamat, a jegybanki kamat 2-szeresének megfelelő kamatösszeggel kell visszafizetni szerződésszegés esetén az összeget. A szerződésszegés pedig azt jelenti, hogyha a vállalt időben, tehát ha valaki 2 év alatt vállalja, hogy megtérül, 75%-ánál többet teljesít, de nem teljesíti 100%-ban, akkor ezt a különbözetet kell csak visszafizetni. De hogyha 75% alatt teljesít, akkor a teljes összeget 22%-os kamat mellett, mai jegybanki kamatlábat figyelembe véve, és mondjuk 3 évre visszamenőleg, akkor ez egy igen tisztességes összegre rúg, már ez majdnem azt jelenti, hogy a támogatásnak a dupláját kell körülbelül visszafizetni. Egy nézőnk azt szeretné tudni, hogy a pécsi baranyai vállalkozások miért nem vehetnek igénybe foglalkoztatási jellegű kedvezményt? Vehetnek igénybe foglalkoztatási jellegű kedvezményt, de ennek a rendszere egy elég érdekes a Széchenyi tervben. A tavaly működött az úgynevezett AFC pályázat, az általános foglalkoztatási célelőirányzat, illetve aktív foglalkoztatási célelőirányzat. Ez ma része FO1 néven a Széchenyi terv pályázatainak. Ebből azt kell tudni, hogy 5 olyan pályázati
egység van az 55-ből, amihez ez kapcsolódhat, és párhuzamosan vehető igénybe, de önmagában nem vehető igénybe, ezt is hozzá kell tenni. Ez az egyik, ez a volt említett GFC, van egy kamattámogatási, egy turizmusfejlesztési, egy regionális fejlesztési program, aminek a keretében, ha valaki fejlesztés beruházást hagy létre, akkor a foglalkoztatási pályázaton is elindulhat 1 millió forint új munkahelyenként a támogatás. Azonban egy valamiben valószínűleg igaza van a kérdezőnek, Pécs városában, illetve az úgynevezett pécsi statisztikai körzetben ez a támogatás nem vehető igénybe, ez csak az ipari szerkezetváltással érintett térségekbe, illetve a gazdasági társadalmi szempontból, területfejlesztési szempontból elmaradott kis térségekben vehető figyelembe. Baranyában a 8 ilyen térségből 7 van, ami igénybe veheti, sajnos a pécsi nem tartozik ebbe a körbe. Beszéltünk arról, hogy milyen területeken indulnak pályázati lehetőségek a turizmusfejlesztés terén, milyen alcsoportokban. Ön szerint Pécsett és Baranyában melyik az a terület, ami a leginkább jellemzőbb és a leginkább esélyes lehet majd a pályázatok elnyerésére? Én úgy gondolom, hogy egyrészt a világörökség pályázat az, amely esetlegesen talán esélye van a nyerésben. Ezen kívül a vallási turizmusban kiírt pályázatok azok, amelyek jelentős létszámban vannak Baranya megyében, illetve Somogy, illetve Tolna megyében is. Tehát ezek közül azért remélik a pályázók, hogy néhány vallási turizmussal foglalkozó pályázó nyerni fog. Én köszönöm szépen, hogy itt voltak, és mindannyian azt kívánjuk, hogy minél több sikeres pályázat legyen a mi városunkban és a mi megyénkben. Köszönöm Reméljük, szépen. Reméljük, hogy így lesz. Köszönöm. Köszönjük. Kedves nézőink, a Széchenyi terv pályázatairól, idegenforgalmi vonzatairól további információkat is olvashatnak a Dél-Dunántúli Gazdaság legfrissebb számában. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara lapja havonta tájékoztatást térségünk gazdaságát meghatározó döntésekről, a megye üzleti életének kiemelkedő eseményeiről. Beszámolnak helyi gazdaságfejlesztési programokról, pályázati lehetőségekről, a munkaerőpiac és a szakképzés alakulásáról, pénzről és piacról. A március végén megjelent számban olvashatnak többek között a kamara gazdasági évnyitójáról, a minimálbér visszásságairól, a regényes nádor történetről, családi vállalkozásokról, a beszállítói rendszerről, az üzletemberek bájáról és sok más érdekességről is a gazdaság világából. És nem csak a Dél-Dunántúli Gazdasági Magazin, hanem a Monitor is havonta várja önöket a képernyők elé. Legközelebb április végén találkozunk. Viszontlátásra!